ház elé, lassan elindult az erdőbe. Hihette tette a lábait a fák között, amikor a ködben alakokat látott mozogni. Ezek az alakok egyre közelebb jöttek. A kislány rémülten figyelte őket, azok meg egyre csak közeledtek, közeledtek. Trollok voltak! A trollok odaszaladtak a kislányhoz. Belenyúltak a saját fülükbe, és ráfolyatták az űrzsírjukat a kislányra. A kislány szikított, a trollok csoportosan bröcsölték a űrzsírjukat a kislány ruhájára. A kislány elszaladt előlük, messze-messze sietett. Nagyon megrémült és elfáradt, gondolta meg, milyen egy fa alatt. Az egyik fa kedvesen hitta. Gyere ide, kislány! Ülj ide! A kislány oda sétált hozzá, a fa pedig éppen lehúgyozta a kislányt. Így húgyozt el a kislány, meg szikított, segítség, lehúgyozza a fa! A kislány felvi a krémámából. Anyukája besértett a szobába, hogy az ágy szélére ült. Mi történt, kislányom? Rosszat álmodtál? Kérdezte. A kislány remegve mondta. Jaj, igen, anyu! Volt ez, volt! Az anyuka megsimogatta a kislány arcát, és ráfolyatta a kislányra a szembolyóját. Aztán jöttek a trollok, és ráfolyatták a szemöldöküket, meg lehugyozták a fákat, a küklok, meg a szemébe kentve a fűzét. A kislány sikít, a menekült a fák, meg tudott